Köszöntöm az Oxygen Music nézői, Csarek Zsuzsa vagyok, most jöjjenek térségünk legfrissebb és legfontosabb hírei. Tűz volt a bácsai hulladék égetőben. A Bácsa Polgárőr Egyesület beszámolójából kiderült, hogy a hulladék égetőben keletkezett tűz. A kiáramló füstnek égetően maró szaga volt és belepte a környéket. Először a győrszentiváni tűzoltók értek oda, majd sorban még 6 tűzoltóautó, 4 mentő. Szerencsére, mint kiderült, emberi élet nem volt veszélyben. A bejelentést a Környezetvédelmi Hatóság felé megtették. Helyére került a győri Szent Ignác bencés templom huszártornya, amelyet csak a legidősebb győriek láthattak saját szemükkel, mivel 1938-ban elbontották. Az épület együttes rekonstrukcióra jól halad, túl vannak a templom tetőcseréjén. A már felújított tetőterekben, a majdani múzeumterekben és épületgépészeti és épületvillamossági szereléseken kívül most szakipari munkák zajlanak, és az utolsó simításokat végzik a kiállítás tervező igényeihez igazodva. Akár 160-180 ezer tonna görögdinnyét is betakaríthatnak idén a hazai termelők. Korábban indult a szezon, ezért a vásárlók már magyart is találnak belőle a boltok polcain. Nincs ez másként a győri vásárcsarnokban sem, ahonnan a nagyobb példányokat akár szeletelve is haza lehet vinni. Mivel a gazdálkodók éretten szedik le a dinnyéket, sokkal finomabbak lehetnek a külföldről behozott példányoknál. Ha én megkopogtatom a dinnyét, ezt lehet hallani, hogy ez egy tömör dinny. Ha ennél tompább hangja van, akkor valószínű életlen lesz, ha meg jobban kong, akkor meg üres a belseje. Tehát akkor az már túlélet dinny. A szokásosnál 2 héttel korábban kezdődött a hazai dinnye szezon. A győri vásárcsarnokban is bőséges a választék. Fejenként 10-12 kg-ot fogyasztunk el a kedvelt nyári csemegéből évente, és ha a vásárláskor pár dologra odafigyelünk, biztosak lehetünk benne, hogy nem fogunk csalódni. A száron látszik, hogy mikor vették le. Tehát ha ilyen zöld és friss a vágás nyoma, akkor azon látszik, hogy viszonylag friss a dinnye. A héja, itt a külsején látod, hogy szép, nagyjából egyenletes, a túlsó felén, ahol lent volt a földön, ennek nem szabad barnásnak lenni, hanem ilyen sárgás-zöldes színűnek kell lenni. Nagyjából, ha megemeled, akkor érzed a súlyán, hogy a tömör dinnye, tehát nem lyukas a közepe, nincs beszakadva, úgyhogy ez egy pont időben leszedett dinnye. Magyarországon csak nem 1200 termelő foglalkozik görögdinnyével. Idén várhatóan 160-180 ezer kilót takarítanak be belőle. A magyar dinnyét az teljesen éretten szedik, meg a jó magyar napfény az azért megérleni. Úgyhogy igazából a legnagyobb különbség itt van, hogy ezt éretten szedik le, frissen kerül a pultra, ami több ezer kilométerről jön, azt egy kicsit éretlenebbül, hogy kivéve az utazást, meg hát ugye már egyhetes vagy akár 10 napos is lehet. A dinnye kifejezetten kedveli a mostani napos, meleg időjárást, így minden feltétel adott ahhoz, hogy a vásárlók kiváló minőségű magyar áruhoz jussanak. Már nem kell sokat várni, és az árak is kedvezőbbek lesznek. Nagyjából ugyanott tartunk, mint tavaly, tehát ebben az időszakban ennyi volt tavaly is a dinnye ára. Most várható szerintem a jövő héttől egy árcsökkenés. Most van ugye a dömping, tehát most van a legtöbb érett dinnye, úgyhogy ennek a hatására valószínű, hogy a jövő héten már lefele indulnak meg az árak, és szerintem elég barátságos lesz. Markó Vendel azt mondja, érdemes nagyobb dinnyét választani, melynek akár a negyede is hazavihető. Amit mi hozunk, az általában olyan 10 kiló körüli, tehát 10 kiló vagy annál nagyobb. Ugye ennek azért van jelentősége, mert más az ízvilág, tehát a nagy dinnyének szerintem ezek finomabbak. És ezt elvágjuk, tehát ebből lehet negyedet is venni akár, vagy felet. Úgyhogy nálunk, amit mi hozunk a termelőtől, az szépen kiválogatja, szép nagyokat, egészségeseket adja oda nekünk. A görög dinnye exportja tavaly 47 ezer tonnára nőtt, értékében pedig 85%-kal emelkedett az előző évihez képest. Népszerű a sárga dinnye is, termesztésével mintegy 270 gazdálkodó foglalkozik idehaza 436 hektáron.
újabb mérföldkövek kialakításáról hozott hírt a generál kivitelező, a Győri Eto Park szolgáltató és élményközpontról szólva, amely legutóbbi az Audi Iroda 2 ütemével készült el. A helységet átadta, és azt már birtokba is vették az Audi munkatársai. Most viszont aláírták a szerződést a lengyelországi CCC vállalattal, CCC üzletek és a Half Price üzletek megnyitására. Amennyiben az időjárási körülmények engedik, július 22-én hétfőn és július 23-án kedden földi kémiai szúnyoggyérítést végeznek Győr területén. A melegködős és UV technológiával működő berendezések a tervek szerint az esti órákban dolgoznak. A melegködös gyérítést végző szerkezet működése zajhatással jár, ezért a szolgáltató kéri a lakosság elnéző türelmét. A kezelés várható kezdete mind a két napon este 9 óra. Már készülnek a versenyzők a Jetski Európa bajnokságra és junior világbajnokságra. A rangos eseménynek Győr Zámoly ad otthont, a megnyitót pedig Győrben tartják. A rendezvény rekordnak számít a Magyar Jetski Szövetség életében, mert ebben a sportágban ilyen nagy világverseny még nem volt Magyarországon. Már péntek délelőtt nagy volt az izgalom a Zámoly Beach-en. Győr Zámoly a főhelyszíne a hazai rendezésű Jetski Európa-bajnokságnak és Junior VB-nek, melyre 27 országból érkeztek versenyzők. Ebben a sportágban ilyen nagy világverseny még nem volt Magyarországon. De ez egy rekord a Magyar Jetski Szövetség életében, tehát itt a 33 év alatt ilyen népes mezőnnyel még nem találkozott senki se. Tehát az eddigi 145-ös nevezési létszámot most túlszárnyaltuk, és 151 nevezésünk van. 27 nemzet versenyzői vannak itt, és az Európa bajnoki nagy díjért, illetőleg a junior világbajnokságért küzdenek meg. A program a kvalifikációs futamokkal kezdődött. A Forma 1-hez hasonlóan a legjobb időt elérő versenyző tud a döntőre pozíciót választani, de itt dől el az is, hogy kik indulhatnak azokban a versenyszámokban, ahol túljelentkezés van. Az eredményből arra is lehet következtetni, kinek hogyan sikerült a gépbeállítás, mely ebben a hőségben elég nehéz feladat. Itt ugye hideg levegő kellene a motoroknak, az itt nincsen. A víz viszonylag hűvös, tehát azért ez egy érdekes egy tó, mert itt 30 méteres mélységek vannak, tehát nem a balatoni vagy a velencei tavi vízhőmérséklet van, tehát a vízhőmérséklet jó, de viszont a léghőmérséklet nagyon magas. Tehát itt most mennek a beállítások, hogy akkor ki, hogyan, mennyi levegőt, hogyan ad a motornak meg egyebek, és akkor ezen beállítások eredménye alapján ki tudja a legjobb kört futni. A legfiatalabb versenyző 11, a legidősebb pedig 61 éves. Nem elég azonban a fizikai erőllét, a sportolóknak fejben is a maximumot kell nyújtaniuk, hogy elérjék a kívánt eredményt. Ez a technikai sport nem csak arról szól, hogy erőből akkor én ezt be tudom ezt a gépet kanyarítani egy 130 km-es sebességnél, hanem az, hogy fejbe is mindig ott legyek, mert egy nagyon bonyolult pálya van kint, hogyha ezt megnézzük ezt a pályát, akkor fönn van olyan 35 bója, és ha itt egy bója kihagyás van abban a pillanatban, akkor olyan büntetéssel jár, hogy akkor egy kör levonással, tehát aki éppen a második helyen megy, az hirtelenjében az utolsó lesz, hogyha egy bóját elront. A célok között szerepel a sportág népszerűsítése is, ehhez pedig nem feltétlenül kell mindenkinek saját gépet vásárolnia. A szövetségnek a gépével mehetnek a versenyzők, megtanítjuk őket gyakorlással, illetőleg végeredményben egy 5000 forintos díj ellenében, akkor ők a szövetség gépével, szövetség benzinével szalonversenyen mehetnek, ahol egyszerre csak egy ember van a pályán, tehát nincs semmilyen veszélyhelyzet. És hogyha valaki ezt jól csinálja, látszik, hogy rátermet, vagy beleszeret a dologba, akkor lehet tovább lépni, és akkor egy használt jetskivel, ami már ilyen 1,5 millió forint környékén hozzáférhető, akkor el lehet kezdeni ezt már komolyabban űzni. Az elmúlt 5 évben Nyíregyháza Levelek adott otthont a bajnokságnak. Az időpont mellett Győr, illetve Győr Zámoly fekvése miatt döntöttek úgy a szervezők, hogy ide költöztetik a versenyt. Ezt a nyugat-magyarországi helyszínt jobban kedvelik, tehát ez látszik is a nevezésekből, hogy azok az országok, akik versenyző, akik eddig nem nagyon jöttek Nyíregyháza felé, azok most nagyon nagy létszámban itt vannak. Olaszok 16 versenyzővel, franciák,
litvánok, tehát nagyon komoly versenyzői létszámok vannak, tehát ezért is van ez a rekord, amit most elértünk ezen a versenyen. A mezőny tehát rendkívül erős, a szövetség azonban abban bízik, hogy a magyar versenyzők több dobogós helyezést érnek el. Az új technológiára való átállás munkálatai a Kisfaludy Károly könyvtárban csütörtökön befejeződtek, így újra a megszokott nyitvatartási rend szerint várják a látogatókat. 17 közösségi szolgálatot végző diák segítségével a könyvtár kollégái közel 30 ezer dokumentumot láttak el mágnes csíkkal. Ennek köszönhetően ősztől a kölcsönzésre kiválasztott könyvek önkiszolgáló módon is kölcsönözhetőek és visszaadhatóak lesznek. Koppendorfer Tamás jóvoltából a Győri Kórházért Alapítványon keresztül 2,5 millió forint értékben szereztek be eszközöket a gyermek fül-orr gégészeti részleg számára. Az összeg egy személyes, születésnapi gyűjtés jóvoltából jött össze. A T-Kopiker Kft. Adományának köszönhetően a részleg számára nagyértékű eszközöket vásárolhattak, melyek a fájdalommentesebb, komfortosabb beavatkozásokat teszik lehetővé. Kedves nézőink, ez volt mára a híradó, további friss híreinket és tudósításainkat, ahogy azt már önök jól tudhatják, a győrihírek.hu oldalon találják. Én köszönöm megtisztelő figyelmüket. Egy fontos dolog van még, hogy a híradó végén nézzük, hogy milyen időjárás következik majd számunkra a következő napokban, aztán maradjanak velünk, mert megyünk tovább a magazinok sokaságában. Mára búcsúzom, viszontlátásra! Szombaton virradóra a Dunántúlon és a középső ország részben, később keleten és északkeleten is többfelé várható eső, zápor, zivatar. A legtöbb eső nyugaton eshet. Az északi, északkeleti szél többfelé megélénkülhet. A hajnal üdébb lesz, 15 és 22 fok között alakulnak a minimum hőmérsékletek, míg napközben 26-35 fok várható. Vasárnap a napsütést inkább csak fátyol felhők szűrhetik, majd délután csak kevés helyen, elsősorban délen és keleten pattanhat ki zápor. Zivatar. A legmelegebb órákban 30-35 fok jöhet. Nyugaton, illetve északnyugaton támadhat fel a déli szél.